A Demján Sándor és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetség által alapított Prima Primissima díjhoz hasonlóan a megyei szervezet elnöksége a művészet, a tudomány, a kultúra, az oktatás, a sport és a média megyénkben élő kimagasló képviselőit ismeri el. Az átadó gálán elhangzott, a díj sikere a vállalkozói kör összefogásának köszönhető. Ebben kiemelkedő szerepet játszik a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. A szabályzatunk értelmében három kategóriába adható ki megyei Prima díj, tehát három díjazott lesz, ezt nem áruljuk még el, nem sokára kitudódik, egy kategóriában pedig külön díjat fogunk átadni. Ezen kívül a három díj az 1 millió forint, a külön díj pedig 500 000 forint értékű lesz. Ezen kívül a megyei önkormányzat, Nyíregyháza város és a megyei kézilabda szövetség is adár külön díjat egy-egy jelölt részére. Idén három kategóriában dr. Karádi Zsolt irodalomtudós, dr. Bene János történész muzeológus és dr. Cservenyák László etnográfus múzeumigazgató vehette át a megyei Prima díjat. Nagy boldogsággal tört el. Egyrészt azért, mert végignézve a többi jelölt kisfilmjét is, az az érzésem támad, hogy ennyi tehetséges ember egy rakáson, ez fantasztikus ez a megye, és fantasztikus ez a város. Engem különösen nagy örömmel töltött el. Én, aki nem vagyok nyíregyházi, idestova 30, nem is tudom hány éve élek itt, nyíregyházivá lettem, és nagy örömmel tölt el, hogy amiket írtam, amiket rendeztem, amiket fotóztam, ezek a eredmények másokat is megérintettek. Úgyhogy köszönöm mindenkinek, aki úgy gondolta, hogy érdemes voltam erre a díjra. Köszönöm, és sokat jelent. A gálán Bene János múzeumigazgató elmondta, nem csak példaképpé válhatnak így, hanem eddigi munkájuk is elismerést kap a díj által. Közhelynek tűnik, de hát azzal kezdem, hogy igazán örülök neki, hiszen végül is azt a munkát, amit én több mint 30 év végzek a múzeumban, ezt ismerte ez a díj, hiszen hát én, ahogy mondtam, nekem az életem ez a múzeum, és hát igyekszem mindent megtenni, hogy ez a múzeum jól működjön, hogy benne legyen az ország és a megye vérkeringésébe. És hát igazán a díjban én azt is beleéreztem, hogy elismerték azt a munkát is, amit a József András Múzeum végez. Külön díjat Miló Mihály operatőr, a megyeszékhely díját Korpás Íva riporter, a megye elismerését pedig Bíró Lajos szobrász, a kézilabda szövetség díját Hadobás László kézilabda edző vehette át. A rendezvényen díjazták az év vállalkozásait is. Elismerést kapott az év hőszigetelő cége, asztalosa, építővállalata, gyorséttermes szállodája, beruházás szervező Kft.-je, pékséges, statikusa, tanácsadó vállalkozása, tervező cége. A 2014-es év vállalkozója Bence Antal, a Kevíz 21 ZRT tulajdonosa és vezérigazgatója, valamint Bárány László, a Mastergood cégcsoport tulajdonosa és ügyvezetője lett, akik Budapesten vehetik át az elismerést.